plusz 10 millió, ezt már nagyon sokan tudják, felpörgött a lakáspiac, újfajta támogatások vannak, ezek indultak el most januártól. A szakértők azt mondják, hogy sokkal több új lakás, illetve sokkal több új ház épül majd, pont ezek miatt a támogatások miatt, de ezzel együtt csökkenhet például a használt lakások ára is. Jönnek a részletek Németh Dávid elemzővel. Így van a kánt, hát jó reggelt kívánom! Jó reggelt kívánok! Sokszor beszélgettünk már erről a témáról, és korábban azt mondták elemzők, hogy igazából ennek a csóknak a hatása, ez a 10 plusz 10 millió, ez nem most látszódik, nem is a következő néhány hétben, vagy néhány hónapban, hanem kell hozzá egy-két év. Ehhez képest azt olvasom egy cikkben, hogy például a telekárok már így elindultak iszonyatosan fölfele. Így van ez? Hát valószínűsíthető volt, hogy az első, ahol meglátszódik a hatás, az a telkeknek az ára lehet, hiszen először meg kell venni a beruházáshoz ezeket a telkeket, amire utána később lehet majd házakat, illetve lakóparkokat akár építeni. Úgyhogy valóban, ahol vártuk, hogy elindul majd valamennyi drágulás, illetve elsőként kereslet növekedés, az pont a telek lehetett. Amúgy meg ott több kedvezményt is igénybe lehet venni, ami miatt szintén fölfelé megnőtt a kereslet, és az még fölfelé hajtja az árakat. Milyen helyzet a használt lakásokkal? Ott már érezhető bármilyen visszaesés, hiszen folyamatosan arról beszéltünk mondjuk az elmúlt egy évben, hogy nagyon magasan vannak az árak. Hát nagyon magasan ez relatív, ugye, hogy mihez képest nagyon magasan, mert hogyha a vásárlás, akkor egyébként mindig magasan vannak. Én azt gondolom, hogy amikor éppen szeretnénk venni, akkor szeretnénk alacsonyabb árakat. Hogyha a válság előtti árakhoz képest nézzük, akkor mi nem mondhatjuk azt, hogy nagyon megnőttek volna az árak. Inkább az volt, hogy a válság alatt sokat estek bizonyos területeken az ingatlan piaci árak, és ahhoz képest most volt egy jelentősebb korrekció 2015-ben. És én azon gondolnám, hogy ez nagyon hamar meg tud állni ez a korrekció. Sőt, az, hogy itt elkezdene esni az ingatlanoknak az ára, azt gondolom, hogy erre jócskán várni kell. Viszont szét kell szedni az országot, mert azt gondolom, hogy vannak területek, ahol például sokkal kevesebb új építési ingatlan van, valahol meg több van. Tehát például a nagyvárosokban, így például Budapesten, ott azért lehet találni új ingatlan. Tehát aki most szeretne venni például új ingatlan, az azért találhat. Viszont vannak olyan területei az országnak, ahol sokkal nagyobb kereslet jelentkezhet az új ingatlanok iránt, mint amennyi rendelkezésre áll jelenleg. Tehát ott, ahol bőven szűkében vagyunk annak, hogy legyen új ingatlan, ott például az új ingatlan árakat jobban felhajthatja ez a keresleti hatás, illetve jobban széttolódhat ez a hatás, hiszen még először meg kell építeni az új ingatlanokat, hogy azt el tudják kezdeni megvásárolni az emberek, és utána, amikor van lehetőségük vásárolni új ingatlant, akkor természetesen el akarják majd adni a régi használt lakásokat. És amikor ez a régi használt lakás majd egyszer valamikor a jövőben rákerül az ingatlan piacra, akkor lehet inkább egy leszorító hatása ezeknek a régi ingatlanoknak, a régi ingatlan piaci árakra. Hogyha valaki ingatlan szeretett volna vásárolni az elmúlt időben is, nyilvánvalóan azt tapasztalta, hogy hát ha az új építésűt veszek, azért az jóval drágább, tudom, hogy minden drága, hogyha vásárolok, de drágább, mint mondjuk egy ugyanolyan paraméterekkel rendelkező használt ingatlan. Akkor ez még jobban el fog tolódni most a következő rövid időszakban, amíg nem épül meg az a új ingatlan? Hát erről gondolom azt, hogy bizonyos területeken igen, tehát itt én szerintem érdemes demográfiai hatásokat is figyelembe venni, illetve azt, hogy merre mozdulnak az emberek. Egyrészt, hogyha csökken a magyar lakosság, tehát ez önmagában nem kedvez egy ingatlanpiaci hosszú távú áremelkedésnek, de bizonyos területeken, ahol van bőven munkahely, vagy nagyobb esély munkát találni, oda azért mennek az emberek, viszont például Kelet-Magyarországon, Észak-Kelet-Magyarországon, ahol esetleg kevesebb munkahely van, onnan viszont elvándorolnak az emberek. Tehát nem véletlen az, hogy ott nincsen túl sok új ingatlan, akik ott maradnak, és egyébként zömében ott vannak nagy családosok, ez is érdekes, hogy számában ott többen jelennek meg, és többen vehetnék igénybe ezt a csok nagy kedvezményt, ott ugye nem tudnak találni új ingatlant. Tehát ott bizony várni kell egy csomó időt, mire megépülnek ezek az ingatlanok. Én nem gondolom, hogy ott hirtelen elkezdenének leesni az ingatlan árak a használt ingatlan piacon, de amiatt, hogy elvándorol, ott nem is indult meg annyira fölfelé. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy láthattunk olyan területeket, ahol nagyon mentek fel az ingatlan árak, viszont vannak olyan területek, ahol meg egyáltalán nem látszik ez a nagy buborékhatás. Nagyon röviden, ön mit tanácsol annak, aki mondjuk tervezi azt, hogy ezt a csokot igénybe vegye? Adja most az ingatlanját, a használtat, és addig húzza ki vagy családtagoknál, vagy albérletben, mert most magasan vannak még a használt
ingatlanok, vagy várjon arra, hogy mi történik a következő időszakban, hogy mondjuk ha lakás épül-e, vagy például álljon neki saját maga építeni egy családi házat, valamit el kell még most gyorsan, amíg a telekárak nem szállnak el. Milyen sokan ezt mondják, hogy esetleg saját magának kell az embernek építkezésbe fogni, hiszen nem lesz képes az ingatlan piac olyan ütemben fejlődni az építőiparon keresztül, ahogy az igények majd megjelennek, és ezért be kell saját magunknak is tevékenyen részt venni ebbe az ingatlan fejlesztésbe, ahol egyébként majd kiderül, hogy van-e megfelelő mennyiségű kőműves, van-e megfelelő mennyiségű burkoló. Tehát azt is lehet látni, hogy ezekből a szakmákból jelenleg hiány van, hiány lesz, különösen, hogyha elindul egy nagyobb felzárkózás, hiszen az elmúlt években csak 4